Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A római gladiátorok az egy igencsak grandiózus téma. Mindenről beszélni fogunk. Minek jöttek létre, hogyan jöttek létre, a kiképzésük, társadalmi szerepük, mindennapi életük, és természetesen a haláluk. Pompej falán megtalálhatóak a szavak. Geládus a trák, a lányok hőse és szívtiprója. Geládus világa nem a római légió és a barbár hordák elleni küzdelem volt. Az ő életének egyetlen célja a tömegek szórakoztatása. Van ez a mondat, miszerint kenyeret és cirkuszt. Ezt a kijelentést nagyon gyakran félreértik. A kenyeret rész azt jelenti, hogy a római birodalomban annyira iszonyatosan sok rabszolga volt, hogy a római polgárok számára nem volt munka. A cirkusz rész arra utal, hogy boldogtalanok. Az, hogy miért boldogtalanok, nyilván a nincs munkájuk az elég erős. A kenyérrel most nem foglalkozunk, de a cirkusszal kapcsolatban nagyon érdekes dolgok történtek. A római birodalomban mindenfelé megjelentek az arénák és az amfiteátrumok, amely épületek szimbolikusan a halál csarnokai lettek. A rómaiak szemében a civilizáció nem csak az utakban, a csatorna rendszerekben, meg a többi lenyűgöző épületben rejlett. A foglyok, ellenséges katonák, más vallásúak és elsősorban az európai barbárok kivégzése az egyfelől szórakoztatás volt, másfelől egy üzenet. Így járnak azok, akik nem fogadják el a római fennhatóságot és élet stílust. A polgárok úgy gondolták, hogy a küzdőfelek, habár barbárok, bűnözők, stb. Tanúbizonyságot tehetnek a római értékekről. Becsület, bátorság, erő, ilyesmi. Esélyt kaptak arra, hogy bátorságot mutassanak, amikor megtámadják őket, és a haláluk pillanatában a barbár életüket egy magasabb szintre emelhetik. Ha már a római kultúrát elutasították, legalább úgy halljanak meg, ahogyan egy római tenné. Nagyon fontos megérteni, hogy a rómaiak számára a halál az nem volt egy ilyen hűha történet. Betegség, háború, természeti katasztrófák, a halál az mindennapos volt. Ahogyan te reggelente mondjuk elolvasol egy újságot, az egy hobbi. Nekik az volt a hobbi, hogy megnéztek egy nyilvános kivégzést. Oksa? A római birodalmat nagyon komolyan befolyásolta a görögök és az etruszkok kultúrája, felfogása, illetve hagyományai. A rómaiak átvették és átformálták a görögök isteneit. Az etruszkok voltak azok, akiktől átvették a halál elfogadásának és felfogásának módját. Mit jelent ez? Először is van egy görög eposz, az Iliász. Az a történet, amit el kellett volna olvasnod, de nem olvastad el, hanem beírtad Google-ba, hogy miről szól. Tudom, hogy így volt, na ez az. Homérosz ezen eposzában van egy nagyon érdekes rész, ami Patroklosz, ugye Achilleusz barátjának temetéséről szól. Örvendj, Patroklosz, még Hádész háza ölén is. Most mindent megadok néked, mit előbb megígértem. Nyersen adom Hektort, ide vonszolván az ebeknek, s itt nyakazok le 12 szép trósz ifjat a mágiád mellett. Érted, a meggyilkoltért, nagy haragomban. Tehát mi történt? Áldozat, véráldozat. A trójai foglyok kivégzésén kívül volt még kocsiverseny, ökölvívás, stb. Nem tudom, hogy érezzük-e. Patroklosz temetése az egy hatalmas szertartás volt. Az Iliászról tudni kell, hogy ez az eposz az ókori világ bibliája. Annyira komolyan befolyásolta az embereket, hogy Patroklosz temetésének módja és körülményei lettek az exemplum, a modell. Tehát úgy gondolták, hogy minden temetésnek így kellene kinézni. Hogyan? Áldozat és játékok. Az etruszkok hasonlóképpen temetkeztek. Volt egy temetés, egy vallási szertartás, aminek során azzal tisztelték meg a halottat, hogy valakinek a vérét ontották,
Ez általában egy küzdelem során történt meg, tehát valakik harcoltak egymással. A másik igencsak kedvelt megoldás az volt, hogy fogtak egy értéktelen rabszolgát vagy foglyot, kikötötték kezét, lábát és ráúszítottak egy nagy testű kutyát, ami azt az embert darabokra szedte. Mi volt a lényeg? A vérét beitta a föld. Ez esetben nem annyira a gyilkolás izgalma volt a lényeg, hanem az a hiedelem, hogy a kiontott vér segít az elhunyt lelkét megtisztítani. Ez volt a munus, olyan tevékenység, amivel megtisztelik a halottat és megőrzik az emlékét. Arról se feledkezzünk meg, hogy a római isteneket úgy szintén meg kellett tisztelni, hiszen a halottat át kellett engedjék a túlvilágra. De a munus rövidesen evolválódott, és a halottak megtisztelésén kívül a közönség számára igencsak kedves látványosság lett. A temetési játékokon résztvevő harcosok voltak azok, akiket a rómaiak megkedveltek és saját igényük szerint fejlesztettek. Ha meghallod a szót, gladiátor, egyből Rómára gondolsz. Tudni kell, hogy a gladiátor játékokat nem a rómaiak találták ki, de ők voltak azok, akik iparrá fejlesztették azt. Rómában a gladiátor játékokat először időszámítás előtt 264-ben rendezték meg. Egy marhapiacon. Ezen a temetésen három gladiátor harcolt. A gladiátor név eredete a gladiusból ered. A gladius ugye a rómaiak híres fegyvere, amit a gladiátorok is használtak. A gladiátor név technikailag annyit jelent, hogy kardforgató. Szóval az arisztokratáknak, a római nemeseknek nagyon tetszett. Egy Pontifex Maximus főpap halálának tiszteletére 120 gladiátor harcolt 3 napon keresztül. Mivel az ilyen temetés alkalmából rendezett viadal hozzájárult a család tekintélyének emeléséhez, ezért egyre nagyobb és nagyobb gondot fordítottak rá. Egyre több és több gladiátor szerepelt. Volt olyan, hogy a gazdag családfő hátrahagyott egyfajta végrendeletet, miszerint egy igazán jó fiú az emlékemre játékokat rendezne és ontana egy kis vért. A gladiátor az időszámítás előtti első század közepe felé már egy szakma. Ekkor gyakorlatilag semmi köze nem volt már a temetkezéshez, csak és kizárólag szórakoztatási célt szolgált. Meg ugye ne felejtsük el, hogy egy dolgot szerettek jobban a gladiátor játékoknál, a szerencsejátékot. A viadalok alkalmával fogadásokat lehetett kötni, és nagyon komoly pénzekről beszélünk. Az első gladiátorok még mindig a köztársaság korában vagyunk, bűnözők, hadifoglyok és rabszolgák voltak. Őket kényszerítették, hogy harcoljanak. Voltak azonban olyanok, akik önszántukból csatlakoztak. Ha valakit gladiátornak neveztek, az egy sértés volt. Kijelentették, hogy nyíltan megvetik és egyenrangúnak tekintik egy prostituáltal. Azonban ez egy nagyon komoly paradox, ugyanis ha bár megvetették őket, mégis megőrültek azért, hogy láthassák őket az arénában. A paradox másik része az, hogy habár a társadalmi megítélésük egyenlő volt a nullával, mégis mindenki szeretett volna egy gladiátor szeretőt. Férfiak és nők egyaránt. Parasztok és császárok egyaránt. A gladiátoriskolák leendő tanoncait a rabszolgapiacon vásárolták. Felsorakoztatták az akkori árut, és a lanista, aki gyakran maga is ex-gladiátor, kiválasztotta azokat, akiket alkalmasnak talált. Nagyon érdekes, de a gladiátor tanoncok között 10-ből átlagosan 2 férfi szabad volt. Önkéntes. Az áru kiválasztásának fő szempontjai a jó megjelenés és az erős fizikum. Azok a férfiak, akik nem voltak jó kinézetűek, nem szerepelhettek. Ugyanis a közönség nem szerette őket. Szóval megtörtént a vásár. A Lannister vett magának 1, 2, 5, akármennyi férfit,
és elindultak az iskolába szekéren vagy gyalog. Apró kiegészítésnek mondanám, hogy a császárok uralkodása során a potenciális gladiátorok árát irányítás alá vonták. Az új gladiátorokat amolyan csoportokba rendezték, ezek voltak a Familia Gladiatorum. A gladiátoriskola neve Ludi Gladiatori, avagy Ludus, amelyet a lanista, gyakran egy ex-gladiátor irányít, de nem ő a tulajdonos. Ez fontos, ő irányítja, de nem az övé. A lanista társadalmi helyzete úgy szintén alacsony volt, ugyanis ő abból húzott hasznot, hogy mások meghaltak. Tette mindezt úgy, hogy ő nem került veszélybe. Ez a rómaiak szemében megvetendő volt. A novícius, azaz az újonc belépett a Ludusba, és egyből megnézték. A lanisztán kívül ott volt a Medici, az orvos, aki megvizsgálta az egészségi állapotát. A testi felépítése határozta meg azt, hogy milyen fajta gladiátor lesz. Mivel az újoncok többsége hadifogoly volt, ezért náluk az volt a fontos, hogy honnan jöttek. Tehát mondjuk egy trák hadifogolyból automatikusan trax gladiátor lesz. Igen, a kérdés jogos, Spartacus valamiért kivétel volt. Ugye ő trák hadifogoly volt, de mégis murmilló stílusban képezték. A murmilló az a Gallus utódja. Szóval érdekes. A Gallus a gall gladiátor. Julius Caesar tulajdonában 1000 darab Gallus volt. Szóval... te lánk támadtál? Üst meg százados, de nagyon durván! A Samnis a Samnita gladiátor. Amikor ők megjelentek, a római nép úgy hívta őket az ellenség. Ahogy telt az idő és átlépünk a császárság korába, új gladiátorok születtek. Ilyen volt például a Bestiarius, aki vadállatokkal harcolt, illetve a Retiarius, aki így halász. Ezt a halász dolgot nem szabad alábecsülni. Találtak olyan gladiátor koponyákat, amikben van 2 lyuk. Azt a koponyát a Retiarius szigonya szúrta át. Szóval érted, nem olyan rossz az. A gladiátoriskolák belül igencsak érdekesek voltak. Akadtak, akik szabadon jártak, keltek, nem voltak megláncolva. Ők vagy önkéntesek voltak, vagy kiérdemelték a bizalmat. A rabszolgák láncot viseltek a nyakukban, a lanista pedig egy botot, pálcát, esetleg korbácsot használt, hogyha engedetlenek voltak. Az első gladiátoriskolákban az életkörülmények embertelenek voltak. Ez volt az egyik oka annak, hogy Krisztus előtt 73-ban megtörtént a Spartacus féle felkelés. A gladiátorok felé bizalmatlan volt a társadalom. Nem csak az alacsony pozíciójuk miatt, de ugye senki nem felejtette el a lázadást. A felkelés nem volt hiába, ugyanis a Ludus életkörülményei sokkal tűrhetőbbek lettek. Minden gladiátor viselte a subligaculum fehér neműt, amit egy övvel kötöttek meg. Ez volt rajtuk az arénában is, ugyanis Rómában teljesen hétköznapos volt. Az öltözködésükkel kapcsolatban fontos tudni, hogy a harc előtt az arénában öltöztek fel. Ott vették fel a páncélt, stb. A gladiátorok napja kora hajnalban kezdődött. Ekkor kiengedték őket a cellájukból, hogy elfogyasszák a reggelit. Nagyon komoly fegyelem volt. Az újoncok nem beszélhettek, amikor ettek, és amikor éppen nem edzettek, meg voltak láncolva. A gladiátor 3-szor étkezett egy nap. Ettek különféle húsokat, kenyeret, gabonát és zöldséget. Ezen kívül néha napján asztalra került a gyümölcs, sajt, kecsketej, illetve a tojás. Az egyetlen italuk a víz, csak a víz. Külön figyelmet fordítottak a higiéniára. A gladiátorok gyakran kaptak masszást, illetve forró és hideg fürdőket. Mivel nagyon sokan éltek nagyon kis helyen, ezért a Medici elsődleges feladata volt a betegségek féken tartása. A gladiátor életének monotonitását gyakran törte meg egy nő hangja.
A nők általában rabszolgák voltak, akik a Ludus konyháján dolgoztak. Ezen nők bevetési idejét a kiképzők vagy az őrök döntötték el. Természetesen voltak visszatérő prostituáltak is. A kiképzett gladiátorok között kialakultak egyfajta szövetségek, vagy nevezzük egyességek. Az volt a lényege, hogy haláluk esetén megadják egymásnak a tisztességes temetést, és kárpótolják az elesett gladiátor családját. Nagyon kevesen tudják, de igen, a gladiátorok házasodhattak, lehet egy gyerekük, és még örökséget is hátrahagytak. Ezen kívül, figyelj, saját rabszolgáik voltak. Miért lett valaki önkéntes gladiátor? Az életkörülmények jók voltak, és a gladiátor szerep gyakran igencsak jövedelmező. Minden küzdelem során kifizették őket, és bármilyen jutalmat kaptak, nem vette el tőlük senki. A híres gladiátorok voltak a kor sztárjai, egy seregnyi rajongóval és dicsőséggel. Nem meglepő tehát a tény, hogy még a szabad emberek is rápróbáltak. Ezek a szabad gladiátorok általában ex-katonák voltak, vagy szimplán azon felindulásból csatlakoztak, mert komoly adósságuk volt. A szabad gladiátorok életkörülményei sokkal kellemesebbek voltak, mint azoknak, akiket megvásároltak. Sokkal több szabadságot kaptak, és elhagyhatták a Ludus területét. Ezen kívül, figyelj, a többségüktől pusztán annyit vártak el, figyelj, hogy egy évben durván 5 alkalommal harcoljon. Mindezen információk tudatában egészen nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a római légionárius akármennyire is kiemelkedő volt, az élete mérföldekkel keservesebb, mint egy gladiátoré. A gladiátorok kiképzése stílusuktól függően hónapokig, de esetenként évekig tartott. Amikor egy novicius újonc belépett egy gladiátor iskolába, a laniszta, a medici és a kiképzők megnézték. Bármilyen egészségügyi problémáról tudniuk kellett, illetve megnézték, hogy fizikailag alkalmas-e rá, hogy gladiátorrá képezzék. A kiképzés és a közelharc az kemény. A novicius kiképzése azzal kezdődött, hogy a fizikumát koncentrált edzéssel felhúzzák a maximumra. Magyarul minél izmosabb, minél jobb az állóképessége, annál jobb. A Ludus területén teljesen tiltott volt a gyilkolásra alkalmas fegyverek tartása. A gladiátorok gyakorló kardja fából készült. A katonák és az őrök folyamatosan figyelték az újoncok minden lépését, az esetleges szökési és gyakran öngyilkossági kísérleteket. A kiképzők voltak azok, akik eldöntötték, hogy adott gladiátort milyen stílus ellen képezzenek ki. Ezek a kiképzők a doktoresz. Minden egyes gladiátor stílusnak volt egy saját kiképzője, vagy akár több is. Például a retiáriuszt a doktoresz retiári képezte, a szekútort a doktoresz szekútorum. Tetszik érteni? A kiképzésük a saját harci stílusuk tökéletesítésére, illetve az ellenfelük stílusának megismerésére szolgált. A nehézpáncélos gladiátorok lassúak voltak, tehát nekik sajátosan kellett küzdeniük egy könnyű páncélos ellenféllel szemben, aki gyors. A gladiátorok kiképzésénél számításba vettek mindent. A páncélt, a fegyvert, a stílust, a magasságot, mindent. Volt egy ilyen rönk, rúd, ami 2 méter magas volt. Az volt a palusz, annál gyakoroltak. A legjobb gladiátorok voltak a primus palus, azaz első rúd, de sokkal inkább első kard. A második lett a secundus palus, második kard. Aztán jött a harmadik, és így tovább. A gladiátorok életkörülményei nem voltak rosszak, de a barakkok hierarchiája szerint a friss hús, az új tanoncok voltak a legrosszabb helyzetben. Ha győzedelmeskedtek vagy szabad emberként jöttek, akkor az életkörülményeik javultak. Amikor elérték a rangot, primus palus, a gladiátorok közötti legnagyobb rang, akkor a legjobb körülményeket követelhették.
mivel a Lannister számára jól fizető gladiátor volt, valószínűleg meg is kapta. A gladiátorok edzése úgy történt, hogy már az arénára készítették őket. Tehát azzal az emberrel edzettek, akivel később az arénában fognak harcolni. Eltekintve attól, hogy egy nap talán meg kell ölniük egymást, barátságok jöttek létre. Fegyverekkel gyakorló vagy igazi, de végül gyakorló harcokban vettek részt. Ha az egyikük megsérült, akkor a küzdelem véget ért és jött az orvos, a medici. Az orvosokat arra tanították, hogy a páciensük sírását nem kell figyelembe venni. Amikor a novicius, az újonc teljesítette a bevezető edzést és készen állt egy rendes küzdelemre, ugye az arénában, kapott egy új nevet. Ezek a párbajra kész gladiátorok voltak a Tirones Gladiatores, vagy Tiro. Gyakran kaptak valamiféle tetoválást, hogyha esetleg megszöknének, akkor könnyű legyen őket felismerni. Az a gladiátor, aki túlélte az első harcát, ismételten új nevet kapott. Veteráni, avagy Veteránus. Tegyük fel, hogy a játékokat pénteken rendezik meg. Mit jelent ez? Először is a játékok előtt egy-két nappal volt egy nyilvános bemutató, ahol a polgárok megnézhették a szereplőket. Megnézhették, hogy kire kell fogadni, ugye? Volt egy libellus, egy olyan dokumentum, amire fel volt írva a gladiátorok neve. Voltak, akik rendes nevet használtak, mások például a tigris, oroszlán, illetve volt egy csávó nagyon komoly, az volt a neve, hogy galamb. Rossz környékre tévedtél, bátya. Hát most értete, nincs abba semmi. A játékok előtti napon lakoma volt. Ezt a lakomát úgy nevezték Coena Libera, az utolsó vacsora. A lakoma közben minden gladiátornak megengedték, hogy élvezze magát, hiszen holnap valószínűleg meghal. Az arénában egy átlagos nap állatharcokkal kezdődött. Erről beszélek egy kicsit bővebben, hiszen fontos. Amikor a rómaiak meghódították például Kartágót, akkor nem csak egy hatalmas város volt a jutalmuk, hanem az afrikai egzotikus vadállatok tömkelege. Beszéltem erről a megkötözik az embert és a kutya széttépi történetről, igen, ez nagyon jó, de a rómaiak azt mondták, hogy kevés. Amikor egy hadvezér visszajött mondjuk Afrikából, akkor volt egy diadalmenet. A diadalmenetnek kettő célja volt. Az egyik ugye egyértelműen a hadvezér dicsőségének ünneplése, de a másik az csak és kizárólag a népről szólt. Gondolj bele, megjelenik egy hadvezér és mögötte rengeteg egzotikus vadállat. Olyan állatok, amiket még életedben nem láttál. Boldog vagy, örülsz magadnak, és ez teljesen király, hiszen azokat az állatokat ezért hozták ide. De volt egy kis gond. Megtörtént a menet, a nép örül, de itt van ez a rengeteg állat. Mit csinálsz velük? A rómaiak mindig is találékonyak voltak, tehát létrejött kettő dolog. Az egyik a venatio, azaz vadállat vadászat. Ez arról szólt, hogy ugye mivel rengeteg állattal nem tudtak mit kezdeni, kitalálták, hogy sportszerűen a közönség szórakoztatásának céljából levadásszák őket. A vadászok, a venatores, lehettek gladiátorok, bűnözők, rabszolgák, de akár önkéntesek is. Ez egy remek lehetőség volt arra, hogy egy teljesen random senki hírnevet és becsületet szerezzen magának, hiszen ő megölt mondjuk egy oroszlánt. Aha. A vadász, a venator nem volt könnyű helyzetben. Gyakran mesztelenül egy egyszerű lándzsával kellett megküzdenie mondjuk egy elefánttal. Az eredmények megdöbbentőek voltak. A venatio vadállat vadászat azt akarta szimbolizálni, hogy Róma nem csak az emberek, de a vadállatok felett is diadalmaskodik. A nagyobb hatás kedvéért az arénákat gyakran fákkal és bokrokkal díszítették. Ezzel is jelképezve, hogy a természet urai. A másik közkedvelt esemény a damnatio ad bestias, azaz vadállatok általi halál. Ez annyi volt, hogy az embernek bűnöző fogoly rabszolgat tök mindegy, esélye nem volt arra, hogy védekezzen. Ráuszítottak mondjuk egy tigrist, és az darabokra szedte.
Mivel a rómaiak nagyon kedvelték az állatharcokat, ezért azokat nem csak emberekkel, hanem egymással is összeengedték. Ezt úgy képzeld el, hogy volt például egy bika, meg egy medve, ezeket egymáshoz láncolták és várták a végeredményt. Csak hogy érezzük, 240-ben történt, hogy egyetlen nap leforgása alatt 70 oroszlánt, 40 lovat, 30 elefántot, 30 leopárdot, 19 zsiráfot és 10 antilopot öltek meg. Egyetlen nap. Nagyon érdekes, de ha egy állat nagyon sokszor győzött, vagy valami elképesztő módon szórakoztatta a polgárokat, akkor kegyelmet, missziót kaphatott. Tehát ez volt reggel, az állatharcok. Délben volt esedékes a bűnözők és egyéb elítéltek kivégzése. A tolvajok, erőszaktevők, gyilkosok egy kategóriába tartoztak. Ők voltak a noxi. A noxi kivégzésének kettő gyakori fajtája volt. Az egyik a vadállatok általi halál, amiről az előbb beszéltem. A másik az arról szólt, hogy a gyakran mesztelen ember kezébe adtak valami ócska fegyvert és beküldték az arénába. A veterán gladiátorok ellen. Ennek az volt a lényege, hogy ha már életében nem volt, legalább a halálában legyen becsület. Na, ezután délután jöttek a gladiátorok. Először is volt egy editor. Ő az a személy, aki azokat a játékokat megrendezte, tehát a nép akkor őt imádta. Bármelyik gazdag emberből editor lehetett. A gladiátor párbajok szabályosan zajlottak. Tehát voltak szabályok. Az első lényeges dolog az, hogy maga a küzdelem milyen. Mindenki tudja, hogy a gladiátorok életét gyakran a közönségre bízták. Ami így van, ez volt a pollice verso. Itt halkan megemlíteném, hogy a lefelé mutató hüvelykúj az azt jelenti, hogy élhet, nem fordítva. Egyetlen kivétel volt a Colosseum. A Colosseumban csak és kizárólag a császár dönthetett adott gladiátor felől. Tehát ez az egyik típus, a pollice verso, a közönség dönt, a halál nem biztos. A másik típus a sine missione. A sine missione azt jelenti, hogy a viadal egyik vagy mindkettő gladiátor haláláig tart. A római gladiátoroknak még azt is megtanították, hogy hogyan haljanak meg. Elvárták, hogy méltósággal és becsülettel tegyék. A félelem számukra tiltott volt. A szabad gladiátoroknak esküt kellett tenniük, sacramentum gladiatorum, hogy alávetik magukat a verésnek, égésnek és a kard általi halálnak, hogyha a teljesítményük nem volt megfelelő. A küzdelem harmadik típusa, pugnare ad digitum. Ez annyit jelent, hogy addig harcoltak, amíg az egyik gladiátor megadta magát. A megadás aképpen történik, hogy felemeli az ujját, vagy akár az egész karját, és az editor megállítja a küzdelmet. Ha egy gladiátor kimagaslóan jól teljesített, három dologgal jutalmazhatták meg. Az egyik a misszió. A misszió az arról szól, hogy elismeri a vereséget, tehát arra kéri az editort, hogy felmentse és elmehessen élve. A második jutalom a liberatio. Ez a felszabadítás azon fajtája, amikor egy gladiátor leszolgálta az idejét. Ez nagyjából olyan 30 éves korában már megtörtént, ugyanis a 30 éves gladiátor már idősnek számított. A harmadik jutalom a rudis. Azok a gladiátorok, akik elnyerték a rudiszt, egy szimbolikus fa kardot, az eszközzel együtt elnyerték a szabadságot is. Ez a gladiátor, aki elnyerte a szabadságát, innentől fogva rudiarius. Ők az elit. Nem mindenki volt ilyen szerencsés. A gladiátort megölhette egyik társa, barátja, ellensége, vagy a venátor esetében egy vadállat. Ha egy gladiátor megsebesült, és a medici megállapította, hogy a seb végzetes, akkor kérhette a gyors halált. Ekkor fogtak egy kalapácsot és betörték a fejét. A párbajok végeztével a gladiátorok testét a rangjukhoz mérten kezelték.
A Noxi, ugye a bűnözők vagy egyéb elítéltek testét elégették vagy bedobták a folyóba. A rendes gladiátorok tisztességes temetésben részesültek. A társaik gondoskodtak róla, hiszen ha még emlékszünk, ebben állapodtak meg. Vannak sírkövek, amik a gladiátorok dicsőségét a mai napig megőrizték. A római gladiátorok egyik leghíresebbike volt Flamma. Flamma elnyerte a szabadságát. De nem csak egyszer, négyszer kapta meg a rudiszt, de ő mégis gladiátor maradt. Flamma sírköve Szicíliában található. Flamma Secutor. A Secutor gladiátor az üldöző. 30 éves volt. 34 alkalommal harcolt, 21-szer győzött, 9 alkalommal döntetlen, 4-szer legyőzték. Nemzetiségét tekintve szír. Honorius római császár 399-ben betiltotta a gladiátorjátékok rendezését, azonban az utolsó gladiátorjátékot 404-ben új év első napján rendezték. A gladiátor stílusokba nem megyek bele, ugyanis több mint 30 fajta volt. Az volt a lényeg, hogy Róma mindig háborúzott valakivel. Mindig volt egy ellenséges nép, aminek a mintájára csináltak egy gladiátort. Például a gallok mintájára a Galluszt. Szóval ez lett volna a római gladiátorok története. Remélem, hogy mindenki tanult valamit, még mindig nem késő elolvasni az Iliaszt, szóval hajrá! Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!